Az ülés napirendjei az asztalon, ezek elfogadása várta a paksi képviselőket a csütörtöki rendkívüli testületi ülésen. Az első pontok között tárgyalták a városvezetők dr. Ruider Mária lemondását. A polgármester szerint a képviselő azért távozik a testületből, mert hivatásos állományba került. A doktornő Budapesten dolgozik, és ugye hivatásos állományba került, tehát február 1-ével, ez pedig összeférhetetlen a képviselőséggel, így le kellett mindenképpen mondania a képviselőségről, mivel választási év van, a törvény úgy rendelkezik, hogy ha január 20-a után mond le egy képviselő, akkor nem lehet már kiírni időközi önkormányzati képviselő választást. A Vörös Marti, valamint a Munkácsi utcai óvoda is figyelmet kapott az ülésen, mindegyik intézmény udvara átalakulhat a jövőben. A beruházásról az átmeneti költségvetés módosítása kapcsán volt szó. Nem tudtuk vele megvárni a 2019. évi költségvetésnek az elfogadását, amire előreláthatólag február 20-án kerül majd sor. Ezért kellett összeülni a képviselőtestületnek, hogy ezeket a módosításokat jóvá hagyjuk. Három új taggal bővülhet a Teit településeinek listája, erről is tárgyalt a városvezetés csütörtökön. Dunapataj, Györkönyi és Madocsa kérte a felvételét, és a Teit úgy döntött, hogy ezt tudja támogatni, akceptálni, hiszen a 12 kilométeres körzet, az atomerőműtől számított 12 kilométeres körzet érinti ennek a három településnek is a közigazgatási határát 10%-ban, és hát ugye ez a szabály, így ezt a három települést, hangsúlyozom még egyszer, ha a többi település is elfogadja, akkor felveszik a Teitbe. A testület legközelebb február 20-án ülésezik.